már az új légióssal, az új-zélandi Waianginával a soraiban fogadta az óbudaiakat az első hazai győzelme megszerzésére készülő Nyíregyháza. Ehhez képest a vendégek kezdtek jobban, az első negyed végén 5-20 perc játék után 14 ponttal vezettek a kaszások. Fordulás után elkezdték ledolgozni hátrányukat a cápák, és a záró negyednek már 3 pontos vezetéssel vágott neki horvát Ákos együttese. A meccs az utolsó percig nyílt volt, a hajrá azonban a fővárosiaknak sikerült jobban, így negyedik vereségét szenvedte el a Nyíregyháza. A harmadik negyed volt egy jól eltalált negyed után, sajnos amikor elvileg teljes lélektani fölényben voltunk, nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Vezettünk ugye akár 4 ponttal is, és olyan szerkezete volt már fönn az ellenfél, hogy tényleg a magasainkat 20-30 centivel kisebb ember fogta, és nem tudtuk. Ugye ott már nem egy taktika, azt le kell olvasni, és le kell zsugázni. Nem sikerült. Nyilván most nagyon maga alatt van az egész banda, beleértve az edzőket is, és a menedzsmentet is. Nehéz róla beszélni nyilván, mert abszolút nem erre készültünk. Azt gondoltuk, hogy jó ritmusban vagyunk, és az első fél katasztrófa volt. Nem volt bennünk az a rendület, nem találtuk meg az előnyöket. Ezzel szemben a harmadik negyedben megtaláltuk, tehát meg kell néznem a meccset, hogy mi miért történik. A vendégek edzője szerint sikerült megvalósítaniuk azt, amit a mérkőzés előtt elterveztek, és ennek köszönhetik győzelmüket. Nagyon jó érzésekkel tértem vissza a szülővárosomba, mindig nagy szívvel jövök vissza Budapestről. Tudtuk, hogy egy nagyon fontos mérkőzés lesz, ugyanis az előző fordulóban egy kulcsfontosságú sikert szereztünk, mindenképpen nyerni szerettünk volna Nyíregyházán. Készültünk a visszarendeződésre, ugyanis a hazai csapat gyorsan játszott, illetve tudtuk, hogy magassági fölény lesz, ezért a lepattanók limitálásába is kértem a fiúkat, hogy szigorúan dolgozzak. Nagyon kaotikus mérkőzés volt, egy nagy előnyt adtunk le, a Nyíregyháza viszont megdolgozott ezért, de a végén helyén volt a szívünk és az eszünk, és le tudtuk zárni a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Deosz 23 87-83, TF Budapest Meovsz Miskolc 93-85, Fót Cegléd 79-78, Jászberény PVSK 81-102, Újbuda Mavc Vasas Akadémia 83-87 és Budafok Salgótarján 81-88. A tabella élén a PVSK áll 5 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Az 1-4-es mutatóval sereghajtó Nyíregyháza pénteken Miskolcon lép pályára. A további párosítás a következő: PVSK Salgótarján, Óbudai Kaszások Jászberény, Cegléd Újbudamavc, Vasas Akadémia Budafok, BKG Prima Akadémia TF Budapest és Deac 23 Fót.